és diákok, kedves testvéreim! Advent 4 vasárnapján most arra gondoltam, hogy 4 olyan embert, illetve közösséget fogok hozni, kicsit példaként is elénk, akik világító emberek, világító személyek voltak, mint ahogy egy-egy gyertyával többet majd meg fogunk gyújtani adventi koszorunkon. A gyertya egészen egyszerűen egy jel. A gyertya virraszt. A gyertya arra tanít minket, hogy mi magunk belsőleg hogyan tudunk világítani. Hogyan tudunk mi így virrasztó és fénylő adventi emberek lenni. Hogyan tudunk valamit felmutatni egészen szelíden és egyszerűen. És azok a személyek, akiket most 4 vasárnapon keresztül ide fogok hozni, tulajdonképpen ugyanilyenek voltak. Semmi különöset nem csináltak, egészen egyszerűen csak jelek voltak. Elsőként egy közösséget hadd mutassak, 9 emberből, 9 férfiből álló szerzetes közösségről van szó, ők trappista szerzetesek, és ahhoz, hogy őket egy picit megismerjük, elutazunk, mégpedig elutazunk Észak-Afrikába, Algériába. Algériában az Atlasz-hegységben egy monostort alapítottak, ez a monostor pedig Tibirin városában volt, egészen egyszerű közegben, olyan helyen, ahol muszlimok éltek, ők is az egy Istent imádják, és ez a keresztény közösség rendkívül jó kapcsolatot ápolt velük. Elhatározták, hogy ott együtt fognak élni, imádkoznak és dolgoznak. Ez volt az ő hitvallásuk. 9 férfi, idősebbek, fiatalabbak, akik egyszerűen bekapcsolódtak az ottani embereknek az életébe. Például hogyan? Például úgy, hogy kétkezük munkájával megtermeltek különböző termékeket, nagyon egyszerű dolgokat, és kivitték a piacra eladni. Vagy például úgy, hogy az egyikük, ott talán középen ilyen kis szakállas bácsi sapka is van a fején, ő orvos volt, és ő felajánlotta, hogy bárki, aki hozzájön, tud neki egy vizsgálatot felkínálni, tud neki gyógyszereket adni, egy adott esetben meg tudja gyógyítani őket. Meg akarták osztani az életüket azokkal, akik ott az ő környezetükben éltek. Ez már egy újabb fénykép, hiszen ők a 20. században éltek, a 20. század második felében, több évtizeden keresztül ott az Atlasz-hegységben élték az életüket, és azt mondanám, hogy az életnek a párbeszédét, az élet párbeszédét folytatták, és egészen egyszerű hétköznapi kapcsolatokat, személyes kapcsolatokat ápoltak az ottani muzulmánokkal. Olyanok voltak úgy együtt, mint egy család. Igen ám, de ahogyan az élet általában hozza, úgy az ő életük is elkezdett megváltozni, mégpedig azért, mert Krisztián testvér, a közösségnek a vezetője, nagyon elkötelezett volt abban, hogy a testvériséget egészen konkrétan élje, a közösséggel együtt természetesen, és ez sokaknak szemet szúrt. Azoknak, akiknek szemet szúrt, sajnos olyan eszközei is voltak, amelyek nem mondhatók emberhez méltó eszközöknek. Ők szélsőséges terroristák voltak, akik több alkalommal kirabolták őket, és elvitték a gyógyszer készletüket. Azt a gyógyszert, amivel támogatták a saját népüket. De ő, mint a közösség vezetője, Krisztián testvér, napról napra azt hirdette, hogy meg kell nekik bocsájtanunk, és újra kell kezdenünk az életünket. Nem szabad bosszúra, bosszúval válaszolni. Sajnos azonban ez az üzenet nem érkezett el. És egy napon, mégpedig 1996-ban, tehát most nem régen, újból visszatértek ezek a szélsőségesek, és elrabolták
a 9 férfiből 7-et. Mindössze 2 maradtak meg, az egyik a most már idős Jean-Pierre testvér, aki éppen néhány nappal ezelőtt hunyt el. Ő éppen a szomszédos házban volt, portaszolgálatot teljesített, ezért nem találták meg őt a rablók. A másik testvér pedig egy idős testvér, annyira megijedt, hogy bebújt az ágy alá, és őt nem találták meg egész egyszerűen. Tehát a 9-ből 7-et elvittek. Jean-Pierre testvér túlélte, és 2019-ben, amikor Ferenc pápa Marokkóba látogatott lelkipásztori látogatásra, akkor találkozott Jean-Pierre testvérrel, és megköszönte neki az életének a tanúságtételét. Jean-Pierre testvér pedig elmondta, hogy igazából ő nem tudja, hogy miért maradt életben, hogy miért éppen ő maradt életben, hogy az Úristen miért őt választotta arra, hogy ne legyen vértanú, hogy ne halljon meg és maradjon életben. És milyen érdekes, ahogyan ezzel küzdött, ahogyan ezt így föltette magának sokszor ezt a kérdést, éppen egy másik szerzetes, egy apát nő vigasztalta meg egy levélben. Levelet írt Jean-Pierre testvérnek, és azt írta neki, hogy a te hivatásod valószínűleg még mindig az, így 91 néhány éves korodban is, hogy tanúságot tegyél, és jele légy annak a szeretetnek, ami ahhoz a földhöz, ahhoz a néphez, ahhoz a közösséghez köt téged. Jean-Pierre testvér föltette magának is, és az embereknek is a kérdést, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy vértanúnak lenni? Hogy nekünk tényleg vértanúnak kellett lenni? És ezt a választ adta, hogy valójában a szeretetnek és a reménynek a jelei akartunk ott lenni. Mi nem azért mentünk oda, hogy a vérünket adjuk. Mi nagyon-nagyon egyszerűen csak azért mentünk oda, hogy jelek legyünk. A testvériségnek, a szeretetnek, a békének és az egységnek a jelei. Olyannyira igaz volt mindez, hogy 2018-ban boldoggá is avatták őket, a 7 vértanú trappista szerzetest, és még mellettük mindazokat, akik abban az időszakban az életüket áldozták az evangéliumért. És hogy az ő életük és tanúságuk mennyire igaz és mennyire sokakat megmozgatott, készült is egy film az ő életükről, talán jó néhányan látták is. Akik nem látták, nagyon-nagyon tudom ajánlani. Az egyik kedvenc filmem egyébként, Emberek és Istenek, ez a címe. Az egyik filmfesztiválon egyébként magasrangú díjat is nyert ez a film. Bemutatja nem csak az ő életüket, hanem a mindennapi küzdelmeiket, és valahol pontosan ezt a tanúságtételt, azt, hogy ők hogyan tudtak jelekké válni az emberek körében. Befejezésül pedig az egyik testvérnek, Paul testvérnek a leveléből néhány mondat. Amikor már egyre gyakoribbá váltak ezeknek a szélsőségeseknek a támadásai, akkor a testvérek szinte mindannyian érezték, hogy itt valami történni fog, és elkezdték leírni a gondolataikat. Elkezdték, mint egy a saját végrendeletüket megírni. És megdöbbentő ereje van ennek a testvérnek, Paul testvér sorainak. Vigyük ezt magunkkal, és próbáljuk mi is így valahogy a hétköznapjainkban, az adventi mindennapokban talán különösen is felmutatni ennek a tartalmát. Ezt írja. Mi marad néhány hónapon belül az algériai egyházból, a struktúrákból, láthatóságából, az őt alkotó emberekből? Kevés. Valószínűleg nagyon kevés. Mégis hiszek abban, hogy a jó hír el van vetve. A mag kicsirázik. A Szentlélek dolgozik. Az emberi szívek legmélyén működik. Álljunk készen, hogy hatni tudjon bennünk az imádság által, és azáltal, hogy minden testvérünk számára szerető
jelenlétünket kínáljuk.